Nagy az izgalom az első Béla gimnázium előadó termében. A Kárpát-medence különböző pontjairól érkező 60 diák azt várja, hogy előadhassa friss kutatási eredményeit a Tudományos Diákkörök 19. Kárpát-medencei konferenciáján. A szekszárdi iskolában tartották ugyanis a verseny élet- és környezettudomány tematikus konferenciáját. A Pécsről érkező Maretics előd azt mondja, főként azért jelentkezett erre a megmérettetésre, mert szeretne kutatni. Elsősorban a kutatómunkám bemutatása céljából, de természetesen a felvételi pluszpontok is egyfajta motivációt jelentenek. Az első Béla gimnázium először ad otthont ilyen nagy tudományos diákköri rendezvénynek. Az intézmény igazgatója úgy véli, az elmúlt években tett erőfeszítéseik a kutatásokra lehetőséget adó laboratórium létrehozása, és az itt megrendezett természettudományos versenyeknek is köszönhető, hogy egyre több diák tanul tovább természettudományos pályán, vagy válik később kutatóvá. Azt gondolom, hogy ma már, hát nálunk ez a 40-60% arány, ami inkább azért a 40 a természettudományi irányába, vagy a műszaki irányba billeg, inkább ebbe az irányba haladnak. Az informatika nálunk nagyon népszerű, és az ezzel kapcsolatos gazdálkodás, környezettudomány, tehát ezek népszerűek. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere ünnepi köszöntőjében arról beszélt, milyen büszke a város arra, hogy ilyen aktív tudományos élet zajlik a megyeszékhelyen. Így az urokon keresztül is, hiszen az elmúlt években 5 alkalommal nyerte meg első Bélás diák ezt a versenyt, sőt 2018-ban Rapai Bence, ugye Magyarországon képviselte Stockholmban a víz konferencián, ahol egy gyakorlati és használható dolgozattal mutatta be a szekszárdi borvidéket érintő vízügyi problémáknak az általa javasolt megoldását. Idén az iskolát a 9. osztályos Herceg Olivér képviseli a konferencián, aminek egyébként az a célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudományos gondolkodás és kutatás iránt. A Tudományos Diákkörök 19. Kárpát-medencei konferenciájának döntőjét március végén tartják a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban.